Nyolcadik alkalommal rendezte meg az elhunyt karcagi roma testvérek fotókiállítását Varga István Mici, a Karcagi Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Kiállított tablókon egyszerű cigány emberek, rokonok és ismerősök láthatóak, akik már nincsenek közöttünk. Az országosan is egyedülálló megemlékezésen elnök urat kérdeztük a részletekről, aki elmondta, egészen 1906-ig ment vissza az időben. Hozzátette, nagyon sokat dolgozott ezen, hiszen ahhoz, hogy ez a kiállítás megvalósulhasson, hatalmas kutatómunkára volt szükség. Az ága testvéreink egyre kezdik elfelejteni a rokonainkat, a hozzátartozóinkat, és így megpróbáljuk feleveníteni őket, nem csak a temetőben, a síroknál, hanem egy arcfotóval visszaemlékezünk rájuk, és bizony sokszor, amikor végigmegyünk a sorokba, akkor megtaláljuk az ők mamánkat, dédmamánkat, rokonainkat, testvérünket, és egymás között megbeszéljük, hogy milyen jó volt a régi világ, ismertük őket, nem ismertük, és valaki nem ismerte a dédmamáját, az feljön ide, és itt megtalálja. A rendezvény nyitásaként Molnárné Balog Éva nyugalmazott pedagógus köszöntötte a megjelenteket. A hagyománnyá vált rendezvényre 2016-ban került sor első alkalommal. A kiállítás ötletgazdája Varga Mici István, a Karcagi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Szívügyének tekinti az elődök felkutatását. Készül az évenkénti fotóval, adatokkal ellátott nyilvántartás. Az elmúlt egy év alatt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei levéltárban őrzött anyakönyvi kivonatok segítségével több mint 1000 fotóval és hozzátartozó adattal gyarapodott a gyűjtemény. Megemlékezésünk ezen formája egyedülálló Magyarországon. Az eseményt megtisztelte jelenlétével nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes is, aki szintén megemlékezett a karcagi elhunyt roma testvérekről. A halál, ha megjelenik, akkor az összezúz, az megsebez bennünket. Igen, itt most látjuk az 1200 fényképet és adatot, és érezzük, hogy össze vagyunk zúzva, hogy mennyire meg vagyunk sebezve. Érezzük, hogy megnyomorodott a lelkünk. Annak is, akinek csak egy kép mond valamit. Hát még annak, akinek 5, 10, vagy annál is több kép juttatja eszébe azt, akivel együtt lenni és együtt élni áldás volt. És már nincs. A rendezvényen megemlékező beszédet mondott Pánt Ildikó polgármesteri tanácsadó is, aki megköszönte Varga István Micinek azt, hogy immár 8 éve fáradhatatlanul megrendezi ezt a kegyeleti eseményt. Köszönik a hozzátartozók, akik itt vannak, a családok, az ismerősök, a roma közösség köszönik, hogy emlékezhetünk. És akik a felvételeken láthatóak, ők az égiekből figyelnek ránk, és köszönik, hogy itt vannak. És érezzük, hogy itt vannak, és nem feledkezünk el róluk. Az elnök is köszöntötte a megjelenteket a kiállítás megnyitón. Beszédében felidézte a kezdeteket, és hogy miért tartja kiemelten fontosnak azt, hogy megtartsa minden évben ezt a megemlékezést. Mikor emlékszek rá, elkezdtem a kiállítást, 10-15 fotóval kezdtem el a Tiszta utca irodában. Ezek kis családtagjaim voltak. Nem gondoltam, hogy kimegyek a temetőbe, hanem 10-8-10 képet kiraktam, és a családjaim mondják, hogy hát őtet is csak ki kéne tenni. Így emelkedett a kiállításomnak a létszáma. A második kiállítást annyira kinőttük, hogy elkerültünk a kis kápolnába, az Erzsébet kápolnába, ott megugrott rögtön 300 fotóval. Ott még emelkedett körülbelül 700-ra, de minden egyes kiállításon élő cigányzenekarral díszítettem ezt a megemlékezést. Most jelenleg, ahogy el is mondtam, 2500 kiállítás anyaggal rendelkezek.
A zene, ahogy évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt is, a mai napig fontos szerepet játszik a romák közösségi életében. A rendezvényen már hagyomány, hogy az elhunyt roma zenészek emléktáblájánál mécses gyújtanak. Ezt követően a Koszorút nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes, Varga István Mici elnök és Varga József képviselő helyezte el. Fehér Sándor, az Új Élet misszió karcagi pásztora imát mondott az elhunytakért, majd ezt követően az elnök, Bakó Gábor elnök helyettes és Birizló Csaba önkormányzati képviselő mécses gyújtott az emlékükre. A megemlékezés zárásaként a Jássági Cigány Zenekar műsorát hallhatták az eseményen résztvevők.